Itt van a tél, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Húzgálom lányos zavaromban, mint kiskocsit az életem. Minden madárnak van már párja, és beindul a lányok férfigyelő kamerája. Én nem vagyok az a túlgondolós típus. 24 kötője 72 óra leforgása alatt kiverek a fejemből minden fiút, aki az este folyamán rámosolygott. Kivéve, ha a szája széle és az alsó állkapcsa által bezárt szög meghaladta a 45 fokot, meg kérem, azonnantól már nem önhitegetés, hanem a tudomány világa. Ez a szerelem szabályos geometriája. Nyugi, Annus, nincs para, teljesen jó irányba halad az életed. Tegnap ő, most ő, holnap az a grófpont jó neked. Rúgjunk be ma is, izgiterv, viszkit iszom viszkivel, most Imivel vagy nem Pistivel, anya szerint csak hisztizel, hogy pedig te lennél boldog, de nincs kivel. A szerelem nekem egy könyvtár, ahol a bestsellereket kivették, az avit jóka és romantika meg nem sűrűn köt le. Egy kapcsolat, mint a tenyérjóslással csajozás, nem sok embert ismerek, akinek működne. Mint egy Starbucksos pohárba töltött olcsó latte, olyan vagy nekem komoly kapcsolat, te. Kibaszott nagy átverés. Csak az élvezi, aki elhiszi azt tiszta, amért fizetett. Mint amikor elhiszed, ha átkeresztelkednél, kevésbé lennél köztük idegen. Csak neved ellenségem, nem magad. Mi a név? Rózsám, galambom? Te Pogány Imre maradsz, bárhogy is hívlak. Tudod, ebben a műben nem a jellemek, csak a terhességi tesztek pozitívak. Néha csak akkor vagyok jó, ha bort iszom. Napi kétszer van ezektől gondolat a bortuszom. Lassan beleöregszünk. És már ráncos a hagyjuk, és ráncos a mindegy rozsdás lánc, ami összeköt minket. Ráncos a boldogan éltek, amíg nem. De tök mindegy, ez nem egy szerelmes regény. Csak egy bőrödön elnyomott csikk, amit Móricz a városra pöccintett. Ez egy végtelenített Discovery Channel, ahol minden állat önmagát marcangolja. Ez az a szemellenzős jelmez, amit még nem vettél le farsangóta. Ez egy porcelán volt, benne bolhákkal és bolhából lett elefántokkal. Óvatos minden mozdulatod, de egyszer úgy is lejted, amit most még a kezedben tartasz. Ők a 600 holdas birtokot vonítják, és tudod, farkastól fél csak a farkas. A végén a kártyaasztalnál sörözve, vagy kötényben a konyhában, az embert úgyis a jó öreg közös magány várja. A kirekesztés az a 20. század legnagyobb találmánya. Itt van a tél, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Húzgálom monoton előre-hátra, mint kiskocsit az életem. Hát igazából tegnap láttuk ugye ezt az előadást először, úgyhogy nagyon kifort és komoly, megfontolt véleményünk van róla. Én meg azt hittem, a Ványa bácsiban piáltak sokat. Mondjuk azt hallottam, hogy a színészek ilyenkor csak színezett vizet isznak, mert ciki részeknek lenni fellépés közben. Gondolom el látni, hogy én nem lennék jó színész. Pedig most eljátszhatnám, hogy nem hallottam semmit. Nem láttam semmit, hogy itt nem történt semmi. Nem láttam, hogy az összes hapsi nős mégis mesztelenre hámozza szemmel a sláger kis pinét, hogy 50 felett minden nő Mézgáné Paula, aki siratja az elszalasztott Hufnáger Pistijét. Nem láttam, hogy gyorsabban fogy a remény, mint ahogy a Szilva, és nem hallottam, hogy érveli magát mindenki passzívra. Hogy 6 feles egy legátust hogyan fakaszt dalra, hogy a nő, mint a festék, várja, hogy felkenjék a falra. Hogy magyar csak az, aki úgy hisz, ahogy a nácik, hogy Simon Zoli, bazd meg, megint csuttyót játszik. Mondhatnám, hogy nem láttam. Hogy nem kell beszélni róla, mert ez úgyis 100 éve sztori. De hallottam, láttam, itt voltam, sorry. Meg amúgy is, a történelem olyan, mint egy bemutatkozó szöveg a Facebookon. Mindig van benne egy kis igazság. Mit mondtál? Hogy hívnak? Kádár. Kádár? Ismerje? Nem? Nem baj, jó név, rendszeresítjük. Na jó, de komolyan. Szóval migrál... Nem. Ez még túl korai, még sajok. Szóval, ahol a tiltott szó jönne, mondjuk inkább azt, hogy zsidó. Na, akkor zsidózunk egy kicsit. Ha már az egész úgyis csak képletes, hát számoljunk utána. Egy magyar, a szány zsidó. Egy zsidó az mennyi becsület? Egy becsület a szány lovász élet. Egy lovász élet? Ubbazd meg, azért Móricz korában kaptam volna egy kevertet? Na jó, ez nem illik, ez pofátlan, ez ugyanolyan szar szemét keresztkérdés, mint Jézustól megkérdezni, hogy szokott-e még jógázni. Amúgy meg kit érdekel? Az se baj, a zsidó, csak
rendes magyar legyen. Minden esetre megnyugtató, hogy a magyar mentalitás régen is olyan volt, mint a vas. Addig ütöm, amíg meleg. Addig ütöm, amíg zsidó. Addig ütöm, amíg cigány. Addig ütöm, amíg még... Ja, nem. Bocs. Ez még túl korai. Szóval, ütöm, verem, beestünk. A gyűlölet és a félelem magától is tüllelne egy özönvizet. Hát legalább te ne legyél a paranoéja. A gyűlölet és a félelem magától is túlélne egy özönvizet, hát legalább te ne legyél a paranoéja. Közben a magyar gazdaság, mint egy polaroiden rögzített felláció, végképp megmerevedett. De bocs, ez még korai, ez nem PC, ilyet nem hoz le még a UPC, pedig az élet már csak ilyen. Hol fel, hol le, anyó, ki? Inkább hagyjuk. Az egyik azt hiszi, jó vicc, amit csinál. A másik belepusztul, ez Móricz originál. Felállt a konstans, görbe csattannak a pofonok, te hogyan írnád körbe, mond barbárok, vagy rokonok? Felállt a konstans, görbe csattannak a pofonok, te hogyan írnád körbe, mond barbárok, vagy rokonok? Itt van a tanulság, hát tessék, magolj. Aki tegnap zsidó volt, az bazd meg ma, ugyanúgy zsidó marad. Bravo.